Orbán Viktor nagyon harciasnak akart tűnni, de mégis egy rendkívül uncsi beszédet mondott március 15-én. Sajnos nem csak a Fidesz népszerűsége csökken, hanem úgy látszik ezzel párhuzamosan a vezér energia szintje is. Semmi újdonság nem volt a beszédében, pedig nagyon szabadságharcosnak és nagyon tökösnek akart látszani a vitya. Hallgassuk meg tisztelettel Magyarország minek miniszterelnökét, Orbán Viktort. Tisztelettel felkérem Orbán Viktort, Magyarország minek miniszterelnökét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. De tényleg, minek miniszterelnök a vitya? Lehetne a felcsút csatára is, az ország sokkal jobban járna, mondjuk a felcsút nem, mert már nincs a Viktor abban a fizikai állapotban, de szellemiben se nagyon. Legalábbis ez látszott a beszédéből. No, a vezér azzal kezdte a beszédet, hogy elárultam, mit is csinált ő a haverjaival 48 márciusában. Hallgassátok csak! Átsétáltunk Pestről Budára. Az volt az első békemenetünk. Nagyon gyorsan ki kell javítani a törikönyvet, bele kell írni, hogy Orbán Viktor 48 márciusában békemenetet szervezett. Hát nyilván arról tartott beszédet a forradalmároknak, hogy ne forradalmárkodjatok már annyit, hiszen a legfontosabb a béke. Hát nehogy harcoljatok a szabadságért, nem kell az. Lépjetek inkább be a fidelitásba. Nem az a kérdés, hogy milyen világot hagyunk a gyerekeinkre, hanem az, hogy milyen gyerekeket hagyunk a világra. Hát igen, bicskenyitogató, pedóigazgatós oroszpárti világot teremtünk a gyerekeknek, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy milyenek lesznek ezek a gyerekek. A fontos az, hogy Fidesz szavazók legyenek, hűszolgák legyenek, kicsi dopmenek legyenek a magyar gyerekek. A vezér beszélének első fejezete egy jó kis nyugatellenes hergelésből állt. Orbán Viktor elárulta a szektatagoknak, hogy mit kell és mit érdemes tudni a mai nyugati világról. Háborúkat robbantanak ki, világokat rombolnak le, ország határokat rajzolnak át, és sáska módjára legelnek le mindent. Hát ja. Sajnos ez ma a nyugat, illiberális testvéreim, nem Putyin, nem Oroszország az, ami háborúkat robbant ki, hanem a nyugat. Mi jövünk valahonnan, és tartunk valahová. Minden, amink van, az elődeinktől kaptunk. Valóban jövünk valahonnan, és tartunk valahová, ez világosan látszik. Európából jövünk, és Moszkva felé tartunk. És valóban mindent, ami a NER-nek van, a kétharmadot, a végtelen hatalmat, azt mind az elődöktől kapták. Gyurcsányéktól. A legnagyobb dolog, ami megtörténhet velünk, hogy magyarnak születünk. A legtöbb, ami történhet a magyarokkal, hogy magyarok. Úgyhogy ennél többet ne is várjon senki a vezértől, ha magyarnak születtél, akkor már meg is vagy. Nem kell ennél semmi több, nem kell többet akarni, nem kell európainak lenni, nem kell európai módon élni. Rabok legyünk, vagy szabadok? Rabság, vagy szabadság? Legelőször erre kell válaszolni. Hát erre tényleg kéne válaszolni, mert ez egy nagyon jó kérdés. Orbán Viktornak erre volt régebben egy válasza, az, hogy a rabság mindig keletről jön, a szabadság meg mindig nyugatról. Aztán azóta, mintha változott volna valami. Mintha most azt gondolná a vezér, hogy Brüsszel tart rabságban minket, de szerencsére már úton van a felszabadító sereg, csak most éppen elakadt egy kicsit Ukrajnában. Pedig ha egyszer ideérnek, biztos, hogy fel fognak minket szabadítani. Felszabadítanak minket a nyugati szabadság alól. És ugye ez a totális szabadság, amikor már a szabadság alól is fel vagy szabadítva. Európa népei ma Brüsszeltől féltik a szabadságukat. Épp úgy, mint Petőfiék idejében. Petőfiék Brüsszeltől féltették a magyar szabadságot. Ma is tanultam valamit. Már 48 magyar hősei is a gender lobby ellen küzdöttek. Ezt nem tudtátok? Hát most már akkor tudjátok. Az eredeti nemzeti dal egyébként úgy szólt, hogy a magyarok istenére esküszünk, hogy genderisták nem leszünk. Ez volt az eredeti szöveg, csak az akkori soros maffia átiratta. Be akarnak bennünket préselni egy háborúba, migránsokat akarnak a nyakunkba sózni, és át akarják nevelni a gyerekeinket. De mi nem megyünk háborúba, nem engedjük be a migránsokat, és
nem adjuk oda a gyerekeinket sem. Nagyon présel minket a présember, de mi nem engedünk a 48-ból. Azért sem megyünk a háborúba, maximum majd a háború jön ide, ha nem állítják meg az ukránok, de mi nem megyünk. Nem engedjük ide a migránsokat, majd mi hozatunk magunknak vendégmunkásokat, akik nem migránsok, mert nem annak hívjuk őket. És nem fogjuk hagyni, hogy átneveljék a magyar gyerekeket, legfeljebb annyit fogunk hagyni, hogy a gyerekbántalmazók azt tegyenek velük, amit csak akarnak. De ezzel nincs semmi gond, hiszen ezek magyar gyermekbántalmazók. Rendes, becsületes, hívő, keresztény, nemzeti konzervatív szörnyek. A mi szörnyeink jó szörnyek, akiknek jár a kitüntetés, a segítőiknek meg a kegyelem. Mert Magyarország szabad és szuverén ország, és az is marad. Magyarország szabad és szuverén ország, és az is marad. Hát ezt jó tudni. Azért vagyunk különösen szuverének, mert itt mindig a magyarok az elsők, vagy maximum a másodikok, ha kell a hely a filippino gyári munkásoknak, vagy a kínai rendőröknek. De ettől mi még nagyon szuverének vagyunk. Ha meg akarjuk őrizni Magyarország szabadságát és szuverenitását, nincs más választásunk, el kell foglalnunk Brüsszelt. Úgy van. Megnéztem a gyakorikérdesek.hu-n, hogy hogyan kell a kaszát kiegyenesíteni, és a következő válaszokat találtam. Csípd össze a nyelved, és próbáld azt mondani, hogy apám a padláson feni a kaszát. Aztán találtam egy ilyet is, hogy mondogasd, hogy 400 kötelező túlóra, és a kasza kiegyenesedik majd magától. Biztos lehet találni a YouTube-on kasza kiegyenesítő tutoriál videókat is, vagy ha nincs még ilyen, akkor tessék nagyon gyorsan csinálni, mert úgy néz ki, hogy hamarosan megindulunk Brüsszel ellen. Viszont jobb, ha tudjátok, hogy nem lesz könnyű elfoglalni, ugyanis, mint az a vezér beszédéből kiderült, Brüsszel a közhiedelemmel ellentétben nem egy város, hanem egy birodalom. Egy birodalom, amihez hát önként csatlakoztunk, mármint az EU-hoz, de nem érdekes, hívjuk Brüsszelnek. Mondjuk én úgy ismerem a birodalmakat, hogy azokhoz nem csatlakozni lehet, hanem szépen elfoglalnak téged, de ez egy ilyen nagyon ravasz birodalom. Nagyon ravaszul elérték, hogy mi akarjunk a részükké válni, de szerencsére a Viktor rájött, hogy mi most el vagyunk nyomva. Annyira el vagyunk nyomva, hogy ő azt vétóz meg, amit csak akar ebben a birodalomban, de ez még mindig nem jelent elegendő szabadságot neki, hiszen a szabad orosz államok uniójában biztos, hogy majd ugyanígy lehet vétózgatni, sőt, ott már annyira, de annyira szabad lehetsz, hogyha valami rosszat csinálsz, vagy rosszat mondasz, nem hogy büntetés nem jár érte, hanem teljesen szabadon repülhetsz ki az ablakon, mint egy madár. Ne féljetek, érkezik már ez a szabadság, és ha minden jól alakul az amerikai választáson, hamarabb itt lesz, mint gondoltátok volna. Nem vagyunk egyedül. A lengyeleket ugyan elsodorta a Soros-féle baloldal szökő árja, de a szlovákok lábra kaptak. A csehek ébredeznek, az osztrákok készülődnek, az olaszok lassan irányba állnak, a hollandok már talpon, és fellázadtak az amerikaiak is. Jaj, de jó, fellázadtak az amerikaiak. Jó, mondjuk még nem, a mostani amerikaiak minden baj forrásai, de hamarosan, ha az ottani Orbán fog nyerni, hirtelen újjá fognak születni az amcsik. Trump amerikaiakká fogja szeretni őket. Lipsikből nemzeti gondolkodású amerikaiakká fognak változni. Az már egy jó Amerika lesz. Ami az első adandó alkalommal magára fogja hagyni Európát. Így fog fellázadni Soros ellen, hogy segít egy kicsit Putyinnak. Bakker, lehet, hogy Orbán nem is az EP választásokra gondol, amikor arról beszél, hogy elfoglaljuk Brüsszelt, hanem úgy érti, hogy majd Putyinnal együtt konkrétan elfoglaljuk? Katonákkal? Mert ebben valóban szövetségesünk lehet egy Trump-féle Amerika azáltal, hogy kilép a NATO-ból. Hát most már értem! Szó szerint fogjuk elfoglalni Brüsszelt Putyin oldalán. Akik kinyitnák a kapukat a migránsok előtt, akik 30 brüsszeli ezüstért eszement gender aktivisták kezére adnák a gyermekeinket, akik eladták magukat és megvették őket kilóra, hogy hatalomra kerüljenek, akik rosszabbak, mint a laboncok és a muszka vezetők voltak. Nem. Ők nem fogják megtalálni a számításukat, nekik az árulók sorsa jut majd. Szabó Magda írja, az árulót elfelejtjük, az áruló nincs, meghalt,
nem is ismertük soha. Az árulót elfelejtjük, meghalt, nem is ismertük soha. Feltételezem, hogy a vezér itt most nem magára gondolt, nyilván nem arról az árulásról beszél, amit ő maga követel minden pillanatban Európával és Magyarországgal. A vezér itt az ellenzéket árulózza jó hangulatban, és arról beszél, hogy nekik az árulók sorsa jut majd. Az árulót elfelejtjük, meghalt, nem is ismertük soha. Remélem, hogy Orbán Viktor itt csak annyit akar üzenni, hogy a politikai ellenfeleit el fogjuk felejteni, és nem valami rosszabb történik velük. Az árulókat ugyanis a múltban elég gyakran felkötötték, szóval jó lenne tisztázni, hogy pontosan mit ért azon Orbán Viktor, hogy az árulók sorsa. Nagyon remélem, hogy tényleg csak úgy érti a vitya, hogy senki se fog rájuk emlékezni, az még legalább nem halálos ítélet. El kell dönteni, a magyar igazság ösvényén indulsz el, vagy a Soros Birodalom sugár útja felé kanyarodsz. Döntened kell. A hazát választod, azaz Orbán Viktort, vagy Sorost, azaz bárkit Orbánon kívül. Vele vagy, vagy ellene. Hát tiszta gyurcsány ez a Viktor. Pontosan ugyanaz a duma megy mindkét szektában. A lényeg az, hogy nincs semmilyen harmadik meg negyedik választás. Nincs Magyar Péter, nincs külföldre emigrálás, nincs nem szavazás senkire, nincs kutyapárt, nincs semmi, csak Orbán van, meg a Soros. Forradalom meg végképp nincsen, arról egyáltalán ne álmodozzál, arról mi csak úgy megemlékezünk, hogy régen milyen szép volt az, tisztelet a hősöknek, meg a kisfaszom, de manapság, ha mindenképpen lázadozni akarsz, akkor lázadjál Brüsszel ellen. Mert Brüsszel az elnyomó, nem a NER. Ez eszedbe se jusson. Az viszont jusson eszedbe, hogy még mindig fel lehet iratkozni a csatornára. Már átléptük a 35 ezret, de még mindig van hely. És a csengőt is meg lehet nyomni, hogy ne maradj le egy videóról se. Most pedig ne menj sehová, hanem nézd meg inkább azt a videómat, ami arról szól, hogy hogyan árulja el a vezér Európát és Magyarországot, csak nehogy egyszer az árulók sorsára jusson. Főleg akkor nézd meg ezt a videót, ha még eddig nem láttad. Itt van amúgy alattam, ide kell kattintani. Ennyi volt már a Dév, de elvileg még lesz videó március 15-éről hamarosan. Sziasztok, pusz!